El tudod képzelni, milyen kínos? Most el kell költöznünk innen. El sem hiszed, hogy mennyire sajnálom. Ez olyan borzasztó. És tudod, olyan boldog voltam itt veled is, Domingával. Az apámat is mindig olyan rendesen gondozták. Szokoró és Aurorita is olyan kedvesek. Azt hittem, Aurorita Adrián felesége lesz, és boldogan fognak élni. Én is reméltem. Nagyon szeretem Auroritát, ezért is lett ő José Rodolfo keresztanyja. Ja, Istenem, és ez most mind Gracielita miatt van. Szervusz, Adrián. Szegény Gracielita kisasszony. Én sajnálom őt. Sajnálod? Ugyan már miért? Mindene megvan, amit akart. Luxus, pénz és egy gazdag férj is. Igen, de annyira szenved. Üres az élete. Egyedül van és boldogtalan. Ő döntött így. Úgyhogy most egye csak meg szépen, amit főzött. Gracielita, mi a baj, kislányom? Jaj, Griszanta. Nekem semmi se sikerül, semmi. Miket beszélsz? Mi van? Mi történt? Adrián iszonyú dühös rám. A barátnője szakított vele, és azt mondja, hogy miattam. És nem így van? Nem gonoszságból tettem. De Gracielita, lehetséges, hogy mégis hibát követtél el. Nem akartam, hogy összevesztenek. Nem ezt akartam. Jaj, kislányom, mikor lesz már vége ennek az Adrián ügynek? Miért nem próbálsz meg boldog lenni, és hagyd őt is, hadd éljen? Igyekszem, Griszanta. De nem megy. És ő... azt mondta, hogy meg fog gyűlölni engem. És ez imént nem is köszön nekem. Nem szólt, rám se nézett. Persze, biztosan nagyon mérges rád, és úgy tűnik, van rá oka. Hiszen az a lány azért szakított vele, mert te mondtál, vagy tettél valamit. Éppen ez fáj a legjobban, Griszanta. Mert ezzel azt mutatja, hogy szereti. Lehet, hogy valóban szereti. És én ezt nem bírom ki. Jaj, kislányom, kislányom. Reggel korán elmentél, és egész nap senki se tudott rólad semmit. Mit fog szólni a férjed, Gracielita? Már felhívtam, és mindjárt eljön értem. De szerinted az helyes, hogy egész nap nem vagy otthon? Unatkozom otthon, anya. Ó, igen, és itt vajon mitől nem unatkozol? Blanka nem is volt itt. Griszantával beszélgetek. Nem is tudtam, hogy Griszantával ennyi érdekes dologról lehet beszélgetni. Ne szidd már annyira, Fatima. Nem szolgált rá. Ó. Szerinted az helyes, ha elhanyagolja az otthonát, a férjét? Az nem is egy otthon, az egy kirakat. Látod, milyen tiszteletlen, Blanka? Soha életemben nem láttam ennyire hálátlan lányt. Hiszen mindent nekem köszönhetsz. Így igaz. Ezt mind neked köszönhetem. Elég. Kérlek, hagyjátok abba. Hagyd már békén, Fatima. Gracielita csak ideges. És ugyan miért? Hiszen ha vidéken élne, ócska rongyokban, úgy talán megérteném. Elég, Fatima, elég! Nézd, Gracielita! Ha továbbra is eljársz ide, megkérem a férjedet, hogy tiltsa meg neked! De azt is mondd el, miért nem akarod, hogy ide jöjjek? Szerintem Szokorítónak jó ötlete volt, Adrián. Igen, és ha ő maga igyekszik megoldani a gondot, legalább segítsünk neki. Nem szeretek szívességet kérni a penyáriáloktól. És ha Rodolfo úr nemet mond, akkor mit csináljak? Akarod, hogy megkérdezem anyámat, hogy van-e ott hely neked? Ó,
igen. Ha Esmeralda kéri, biztosan kitalálnak valamit neked. Rendben. Csak hogy Aurorita hazajöjjön. Miért nem látogatod meg? Igen. Kérj bocsánatot tőle, és akkor kibékülhettek. Nem. Jobb, ha így maradnak a dolgok. Ó, szóval még mindig megőrülsz Gracielitáért. Rá se nézek! De még szereted? Vannak dolgok, amik nem halnak meg. Kérdezd meg Esmeraldát. Vajon szereti-e még Peñarreal doktort? Igen, apa. Esmeralda beszél a szüleivel, hogy talán oda költözhetnék. Akkor te is, Florisita, itt maradhattok. Rendben, fiam, mert meghalok a szégyentől szokorító előtt. Annyira imádja a lányát is. Az a szegény kislány mennyit szenved miattad, pedig milyen kedvesek voltak. Kérlek, apa. Nem, fiam. Nem akarlak kényszeríteni. De ez van, ha a fiatalok nem hallgatnak az idősekre. Parancsolj, Heorgina. Köszönöm. Mindjárt hozatok valamit inni. Kikísérlek, kedvesem. Menjünk. Örülök, hogy látlak. Nem jönnétek el José Armandóval egy jótékonysági vacsorára? Nekünk ott kell lennünk. De igen, részemről semmi akadálya. Remek ötlet. Szerintem is. Négyen biztosan jól éreznénk magunkat. Kettesben olyan unalmas. Ugyan. Aki szerelmes, az nem unatkozik. Szerintem kérdezzük meg José Armandót. Lehet, hogy inkább kettesben lennének. Tényleg, mi lehet vele? Mindjárt felhívom. Az irodából felhívhatod. Igen. Köszönöm. Nagyon kedves lány. José Armando jól választott. Igen. Nagyon értelmes és rendes. Nem mindenkiben van meg ez a két tulajdonság. Nagyon köszönöm ezt a bókot. Nem rád értettem, Graciela. Nem értem, miért vagy ilyen. Jó estét. Szervusz. Szia. Épp téged hívtalak. Váratlan látogatóm volt, ezért késtem. Gondoltuk, holnap együtt mehetnénk a bálba. Mit szólsz hozzá? Én már igent mondtam a nevedben. Ugye nem baj? Hát, ha eldöntötted, akkor nincs mit mondanom. Megyünk a bálba. Jó reggelt, Crisanta asszony. Jó reggelt, Adrián. Rodolf úr fent van már? Nem hiszem. Nagyon későn feküdtek le az este. Rendben. Akkor kint megvárom. Adrián! Csak azt akarom mondani, hogy jöhetsz, amikor csak akarsz. Jöhetek. Igen. Vagy mégsem költözöl be a hátsó szobába? Blanka azt mondta, készítsem elő neked. Esmeralda már beszélt velük, és megengedték, hogy ide gyere. Csak nem gondoltam, hogy ilyen hamar. Hiszen tudod, hogy mennyire kedvel téged. Jacinta és én majd jó alaposan kitakarítjuk azt a kis szobát neked. Felhúzzuk az ágyneműt, és jöhetsz, amikor csak akarsz. Köszönöm, Crisanta asszony. Ez most valóban megoldja a legnagyobb gondomat. Gracielita elmondta, hogy szakítottál a barátnőddel. Igen, asszonyom. Mérges lett rám, és elment messzire, hogy ne is lásson. Min veszekedtetek, Adrián? Hát... ilyesmi megesik a szerelmesekkel. Aurorita érzékeny, én meg buta, és megbántottam. A lelked mélyén még mindig ott van, Adrián. Hogyan, asszonyom? Nem tudod elfelejteni Gracielitát, és ő sem téged. És tönkre teszitek az életeteket. Hiányozni fogsz, bátyus. Továbbra is találkozom, Florisita. De csak nagyon ritkán. Ez olyan borzasztó. Pont most, amikor újra együtt volt a család, megint elmész. Tulajdonképpen egész jól sikerült az este. Rengetegen voltunk. Örülök, kicsim. Talán gyakrabban kellene eljárnod, és akkor... Elnézést, asszonyom. Miben segíthetek, Adrián? Csak szeretném elkérni a hátsó szoba kulcsát. Tessék,
Tartsd meg, van tartalék kulcsom. Köszönöm. Elnézést. Minek az a kulcs Adrianna, Crisanta? Mert tudod, mostantól kezdve itt fog lakni. Hogy itt? Igen, a cselédszobában. Hogy érted, hogy itt fog lakni? Tudod, amikor szakított a barátnőjével, nagyon kínos helyzet alakult ki a kislány mamájával. Valóban? A kislány elköltözött, hogy ne is lássa. Akkor tehát végérvényesen szakítottak? Igen, Gracielita. Sikerült elérned. Mit keresel itt, Graciela? Csak látni akartam, hogy milyen a szobád. Kíváncsi voltam rá. Mert ezt a részét a háznak nem ismered, igaz? Nem hazudok neked. Még sosem jártam ebben a részben. Na persze. Hiszen ez a cselédszoba. Valverde asszonynak nem volt dolga erre. De most hirtelen eszébe jut, hogy megnézze. Micsoda véletlen! Mert most érdekel, Adrián. Mert most te laksz itt. Itt a sofőr lakik, asszonyom, csak is ő! Adrián Lucero. Ő nem lakik itt. Ő vidéken maradt. Egyedül. Az összetört szívével. Ez az egyenruha más embert akar. Akit megaláztak, akinek parancsolnak, és aki fel tudja mérni a távolságot, ami másoktól elválasztja. Ezért is engem okolsz. Nem állt szándékomban. Csak szeretném, ha tudomásul vennéd mindazt, ami elválasztja az urak házát. Ettől a szobától, ahol még sohasem jártál. Már mindenütt kerestem Gracielitát, de sehol se találom. Nem Blanka asszonnyal van? Nem, nem. Blanka látogatóba ment. Ezt nem értem. Ő hívott ide, és megvárakoztat. Ó, légy türelemmel, ülj le egy percre. Kérsz egy italt? Lehet, hogy egyedül ment haza. Én meg hiába várom. Rendben, várj, megkérdezem. Menj el, Gracielita. Szépen kérlek. Az őrültségek ideje lejárt. Menj el! Már régóta akarok beszélni veled. Hogy elmondjam, mennyire sajnálom, hogy ennyi gondot okozok neked. Persze. Most ezt mondod. De nem te üvöltötted, hogy örülsz, hogy Aurorita elhagyott? Adrián. Látod, Gracielita, még a gonoszságod is következetlen. Élvezted, amit csináltál. És most eljátszod nekem a bűnbánatot. Vajon mikor vagy őszinte? Mikor, Graciela? Úgy tűnik, senki se látta. Engem hívatott Rodolfo úr. Jacinta, nem tudja véletlenül, hogy Gracielita hazamente? Nem, uram. Nézze, itt a táskája. Jó, de hát akkor hol lehet? Pár perccel láttam kimenni a kertbe, uram. A kertbe? Igen, átment a konyhán, és ott ment ki, és akkor... Mindjárt kimegyek utána. Már itt is vagy. Na és te hol voltál? Ne használd ezt a hangot velem. Órák óta kereslek. Ott kint voltam. Tudod, hogy nem szeretek várni. Hát, ha ilyen türelmetlen vagy, akkor menjünk. Viszlát, bácsikám. Minden jót. Viszlát. Te jó ég.
ez kellemetlen volt. Úgy bizony, uram. Szörnyű, hogy egy ifjú pár ennyit veszekedjen. Senki se kíváncsi a véleményére, Jacinta. Menjen vissza a munkájához. Igen, uram. Szeret engem. Lehet, hogy önző. Meg lehet, hogy gonosz is. De szeret engem. Istenem. Én is szeretem. Miket beszélsz itt nekem, Jacinta? Úgy, ahogy mondom, Crisanta asszony. Graciela asszony bement Adrián szobájába, a férje meg csak várt és várt rá a nappaliban. De hisz ez felháborító. Amikor Rodolfo úr megkérdezte, hol van, azt se tudtam, mit mondjak. Képzeld, ha Emiliano meglepte volna őket. Micsoda felelőtlen egy lány. Nem, szólok Blankának, mert komolyan beszélnie kell Gracielitával. El tudom képzelni, hogy Esmeralda hogy nézett ki azon az estéjén. Biztosan nevetségesen festett. Oh, nagyon tévedsz, anya. Nagyon szép volt és előkelő. Esmeralda sokkal előkelőbb, mint te vagy én. Köszönöm szépen a bókot. És José Armando is őt bámulta egész este. Ó, figyelj, itt ez a Georgina, aki valóban egy elbűvölő és előkelő lány. Őt nem fenyegetheti Esmeralda. Georgina, minden esze és eleganciája ellenére a cipőjét se pucolhatná ki. És szerintem José Armando rá fog jönni, hogy rossz cserét csinált. Ó, kislányom! Képzeld, mit mesélt Jacinta Gracielitáról. Nem hiszem, hogy jót, ha ilyen feldult vagy. Mi történt? Gracielita tegnap bement Adrián szobájába. Ó, hogy milyen szép a szobád. Itt aztán kényelmesen elférsz. Igen, nagyon kényelmes, Florisita. Itt végre egyedül lehetsz, fiam. Pont ez a baj, apa. Egyedül vagyok. De ez a Peñari Álvilla, és ez a család mindig is nagyon rendesen bánt veled, fiam. De ott veletek jobb volt. Csak ott most minden olyan szomorú. Nagy kár érte. Pedig én mondtam Adrián, hogy meg kell becsülnöd, és most az a kislány szenved. Figyelj, apa, azt mondta Jacinta, készít nekünk kávét. Menj csak le, majd én elrakom Adrián holmiát. Egy perc és megyek. Jól van, jól van. Aurorita hazaköltözött már? Nem. Még nem. Szokorító szerint nagyon szomorú. Szegénykém. Nagyon sajnálom. Hát akkor miért nem mész már utána? Ha megkeresed és beszélsz vele, biztosan meg fog bocsátani. Keresd már meg! Egyszer s mindenkorra verd ki a fejedből Graciela kisasszonyt. Graciela kisasszony. Milyen szépen hangzik. De most már másként kell szólítani. Ha nem történik meg mindaz, ami megtörtént. Adrián, én azt mondtam, hogy keresd meg Auroritát, és erre te ezzel jössz nekem. Bocsáss meg, észre se vettem. Nekem mindegy. Most már legalább megnyugodtam, hogy itt jó helyed van. Remélem, innen nem kell elmennem. Miért kellene elmenned? Nem. Semmiség. Nincs tisztában azzal, hogy mit tesz. Szerintem megörjíti ez a szerelem, mert őrülten szerelmes Adriánba. Ennek véget kell vetnünk. Kezd veszélyes lenni, Crisanta. Képzeld, ha tegnap kiderült volna, hogy Gracielita Adrián szobájában van. Az ilyesmi nem tetszik nekem, főleg nem az otthonomban. Gracielitának semmi oka, hogy felmenjen oda. Igen, ebben igazad van, Blanka. Az ég szerelmére, hát nem látja, hogy milyen veszélyes az, amit csinál. Annyira őrült, hogy fel se fogja, mit művel az életével. Ebből a végén még tragédia lesz. Beszélnünk kell, Graciela. Parancsolj, nénikém. Nagyon aggaszt ez a mostani viselkedésed. Tudom, hogy hajlamos vagy az erős, szenvedélyes érzelmekre. És félek, hogy előbb-utóbb kárt teszel magadban. Vagy esetleg valaki másban. Ugyan kiben? A férjedben.
vagy Adriánban. Ezt meg hogy érted? Tudom, hogy felmentél Adrián szobájába. Márpedig ott semmi keresni valód. Hidd el, hogy nem akartam semmi rosszat. De ennek akkor is véget kell vetned. Fenn kell tartanod a látszatot, hiszen már nem vagy gyerek. Férjes asszony vagy, és tisztelned kell a nevet, amit most viselsz. Soha nem tudnám bántani Emiliánót. Komolyan. És azt is mondtam már neked, hogy kegyetlenség, amit Adriánnal művelsz. Hagyd békén azt a szerencsétlen fiút. Ne kínozd tovább, ne is keresd őt. Tudod, hogy semmit sem nyújthatsz neki. Hagyd, hogy egy másik nővel végre megtalálja a boldogságát. Mondd, mit akarsz még, Graciela? Egy gyereket akarok. Csak is az menthet meg engem. Bárcsak megadná az Úr. Jól van, most szépen felvesszük az oknit, José Rodolfo. Ó, szia, bizony kicsit ügyes vagy. Aurorita, ez aztán a meglepetés. Amma már nem is mondta, hogy jössz. Mert nem tudta. Csak látni akartam a keresztfiamat. Ajándékot is hoztam. Jaj, el se hiszed, mennyire hiányoztál. Ó, ti is hiányoztatok ám. A mamád elment vásárolni. Te maradj itt José Rodolfoval. Mindjárt utána megyek és szólok neki. Jaj, mi van, te kis tünemény? Hát, hogy vagy? Hiányoztam neked? Ha? Ugye jó voltál, amíg nem voltam itt? Ha? Na, halljam csak. Végleg visszajöttél, vagy ismét elmész? Itt hagytad a mamádat. Csak hogy ne láss engem. Hát ennyire gyűlölsz. Tudod, hogy nem, Adrián. Csak elmentem, hogy szabad lehess. Amikor azt mondtad, Graciela, nagyon megbántottál. Bocsáss meg. Nagyon hiányoztál, Aurorita. Mégsem jöttél utánam. Azt hittem, szóba sem állsz velem. Én azt hittem, utánam jössz. Aurorita. Szeretlek, Aurorita. Bolond vagyok, de szeretlek. Csak most jöttem rá, mert voltak pillanatok, amikor éreztem, hogy hiányzik valami. Te hiányoztál nekem. Te hiányoztál. Adrián. Téged szeretlek, csak is téged. Ó, elnézést. Gratulálok. Nem is tudtam, hogy végre kibékültetek. Tudja, szóval csak most történt, Blanka asszony. Akkor én vagyok az első, aki megtudta. Jaj, ennek annyira örülök. Köszönöm, asszony. Jaj, édesem, ó, drága kicsikém, te. Hát te mit keresel? Jaj, mutasd. Blanka asszonyért jöttem, csak máshol parkoltam. Amit látom, sikerült megtalálnod Aurorítát. Igen. Úgy bizony, végre kibékültek. Hát nem csodálatos? Édesem, gratulálok. Köszönöm. Drága kicsikém, gratulálok. Na halljam, mik a terveid? Feleségül veszem Auroritát, és visszamegyek a birtokra, amint apám felgyógyul. Úgy nem kell lakást keresnünk a fővárosban, és nem kell annyit költekeznünk, mert a Casa Grande-ban lakunk majd. Az csodálatos lesz. Remélem, minden úgy lesz, ahogy megálmodtad. Remélem, Crisanta asszony. Nézd, fiam, azt tanácsolom, hogy légy óvatos.
Ne hagyd, hogy Gracielita elrontsa az életedet az őrültségeivel. Felejtsd el őt. És ha felkeres, hogy a saját problémáival terheljen, ne is figyelj rá. Értesd meg vele, hogy ami volt, annak örökre vége. Hogy van egy barátnőd, akit feleségül veszel, és aki szeret téged. Igen, Krisanta asszony. És ha látod őt, ne engedd magadhoz, Adrián. Akkor is, ha fáj, menekülj előle. Gracielita boldoggá tehetett volna, de nem tett. Most már csak egy valamit képes nyújtani neked. Boldogtalanságot. Jó reggelt! Jó reggelt, Jacinta. Találkoztál Adriánnal? Nem, Krisanta asszony. Azt hiszem, még ágyban van. Mostanában rosszul azt. Nem. Szerintem itt van valahol. Tudod, végre kibékült a barátnőjével, Auroritával. Most már biztosan tud aludni. Még az is lehet, hogy visszaköltözik az apjához és a húgához. Maga mit keres itt? Csak közölni akarom, hogy ha azért jöttél vissza, hogy megkapd Adriánt, ne pazarold az idődet. Mert még mindig engem szeret. Megértetted? Adrián csak engem szeret. Azt mondta, hiányoztam neki, hogy szüksége van rám, hogy nem tud nélkülem élni, hogy szeret engem. Az egyetlen, amit irántad érez, az a szánalom. Átölelt és csókolt, miközben azt mondta, hogy szeret. Adrián engem szeret. Nagyon szerette magát. Sokkal jobban tudom, mint maga, hogy mennyire. Láttam Adrián sírni maga miatt, mert tönkretette a fájdalom, miközben maga a férjével nászútra indult. Miután elvitte magát a templomba a mennyasszonyi ruhájában. Mit tudod te, hogy én mennyit szenvedtem aznap este? Mit kellett színészkednem a vendégek előtt, és hogy mennyire, de mennyire... Nézze, asszonyom! Engem nem érdekelnek a maga dolgai. Csak egy valaki érdekel, Adrián. Mert ő már az én barátom. És harcolok érte, méghozzá minden erőmmel. Halló? Szervusz, nénikém. Mi történt? Igen, azonnal indulok. Mi van? Graciela rosszul lett. Gyere velem. Jó, persze. José Armando mindjárt itt lesz. Hagyj már végre békén! Nagyon kérlek, hagyj magamra, senkit se akarok látni! Menj el, nagyon kérlek! Ne üvöltözz már! Nem megyek el. El kell mondanod, hogy mi történt. Miért vagy így kiborulva? Neked semmit se fogok mondani. Az anyád vagyok. Jogom van tudni, hogy mi ez. Mindig azt hitted, hogy mindenhez jogod van. Azt hitted, még az érzéseimhez is jogod van. És ezért tettél ilyen boldogtalanná. Képes voltál kitépni a boldogságot a kezemből. Teljesen tönkretetted az életemet. Elég! Nem tűröm ezt a hangot. Hálátlan! Mindened megvan, de te akkor is engem okolsz, mert nem hagytam, hogy elkövesd azt az őrültséget, igaz? Bárcsak sose hallgattam volna rád. Ha megtettem volna azt az őrültséget, most boldog lehetnék. Ó, igen, igen, nagyon boldog. Egy ócska kis vidéki viskóban folyton unatkoznál, rongyokban járnál. Nem lenne ilyen házad, ilyen elegáns ruháid, ékszereid, és sportkocsit sem lenne, semmid. Mit számít ez, ha nincs meg a szerelem? A férjed szeret téged, de én nem szeretem őt! Mi ez a kiabálás? Mi történt? Semmiség. El kell mondania. Ezt meg kell magyaráznia nekem. Mondom, hogy semmiség, nem komoly, csak úgy érzi, hogy... Jaj, José Armando, csak hogy itt vagy, Szervusz. Jöttem, amilyen gyorsan csak tudtam. Mi van, Graciela? Ó, nem is olyan súlyos. Azt hiszem, megint a szidegei, csak megijedtem, és hát gondoltam, jobb, ha ide hívlak. Mindjárt megvizsgálom. Gracielita, drága, kérlek, nyugodj meg. Szerelmem, kérlek, mondd el. Mondd el, hogy mi a baj.
Emiliano, hagyj magunkra. Kérlek, menjetek ki. Nem. Emiliano. Emiliano, kérlek. Néni. Sajnálom, José Armando. Graciela a feleségem, és tudnom kell, mi baja van. Nagyon furcsák ezek a dolgok. Tudni akarom, mi az igazság. Kérlek, Emiliano. Nyugodj meg. Graciélának olyasmi kell, amit nem kaphatok. Megértem, hogy ideges vagy. De most nem alkalmas. Akkor beszélj vele, ha megnyugodott. Most menj. Hagyj egyedül vele. Na, gyere. A te helyedben elkezdenék mennyasszonyi ruhát keresni. Biztos van olyan bolt, ahol megvarják neked. Ha akarod, elkísérlek, jó? Na de Adrián még nem mondta, hogy készüljek. Ó, de azt már mondta, hogy elvesz, úgyhogy te csak szépen fogd a szaván. Jaj, nem, Florészi, te azt fogja hinni, hogy siettetem. Istenem, de butuska vagy. A férfiakat mindig nyaggatni kell egy kicsit, de úgy, hogy ne vegyék észre. Tedd, amit mondtam, nézd utána a mennyasszonyi ruhádnak. Azt hiszem, nagyon egyszerű szertartást szeretnék, ami nem kerül sokba. Igen, persze, akkor legyen egyszerű, de mégis gyönyörű. Ah, Florészita, annyira boldog vagyok. Akkor viszlát, anya. Bocsáss meg, hogy nem fogadtam el az ajánlatodat. Jó napot. Jó napot. Nem kell elmenned, csak mert itt vagyok. Már épp indultam. Csak egy percig maradok. Ülj le, kislányom. Anya, Gracieláról van szó. Valamit tennünk kell, különben nagy baj lesz. De hát mi történt? Fatima néném kihívott hozzá. Azt hiszem, Graciela idegei felmondták a szolgálatot. Talán gondjai vannak. Az a gond, hogy még szereti Adriánt. Pedig hányszor beszéltem vele. Árt neki, hogy Adrián közelében van. Ide jön és látja. Úgy nem felejtheti el, ha minden nap találkoznak. És te mit tanácsolnál neki? Szerintem Gracielának el kell utaznia. Távolság. A legjobb orvosság két embernek, akik szerették vagy szeretik egymást. Csak hogy már nem találkozhatnak. Képzeld, már Aurorita esküvőjét tervezzük. Oh, gyere, hát, nézd meg! Feltéve, ha lesz. Jaj, ne légy már ilyen pesszimista. Nem vagyok, csak kicsit félek. Ha Graciela továbbra is közénk akar állni, akkor ne én... Ne aggódj, Aurorita! Ami azt illeti, ma megtudtam valamit, ami nagyon érdekelhet téged. Mit? Úgy tűnik, hogy Graciela kisasszony idegei ma felmondták a szolgálatot, és José Armandot ki kellett hívni hozzá. Ne beszélj! Csak nem komoly a baj. Nem, nem. De José Armando úgy gondolja, rosszabbodhat az állapota. Azt tanácsolta, hogy utazzanak el egy kis időre. Ó, igen, igen, menjen el és hagyjon minket békén. Ó, édes Istenem, bárcsak elmenne. Halljam, mi ez a sírás? És mi van az idegeiddel? Mi a csuda bajod van? Semmi, Emiliano, semmi. Hogy semmi? Valami csak van. Aj, nagyon kérlek. Talán nem vagy boldog? Tehát mi hiányzik, Gracielita? Mindened megvan. Van valami, amit még nem kaptál meg? Nincs. Valami biztosan van. Mondd el nekem. Ne kérdezősködj ennyit, könyörgök. Rendben, de tudni akarom. Talán az, hogy még nincs gyermekünk. Lehetséges? Igen. Ah, ne butáskodj, drágám, csak pár hónapja vagyunk házasok. Szerintem menj el orvoshoz, ez lesz a megoldás. Aurorita, most már mennyasszonyi ruhát keres magának,
és olyan izgatott, mintha már a jövő héten lenne az esküvője. Adrián tudja, hogy mi volt Aurorita és Graciela között? Nem, Isten ments! Megállapodtunk, hogy semmit sem mondunk neki. Reméljük, Gracielita sem mondja el. Na, ugyan már. Tudjuk, milyen gőgös. Soha nem vallaná be, hogy mennyire megalázták. Tudod, Dominga, én sajnálom szegényt. Azt a nőt. A gyávasága vagy félelme miatt súlyosan tévedett, és most megfizeti. Áj, szégyentelen egy nőszemély, hogy folyton Adrián zaklatja. Pedig már semmi köze hozzá, rá sem szabadna néznie. De hát mit tehet, ha még mindig szereti őt? Azt hiszem, ezek az erős érzelmek, amik vidéken születnek, közel a természethez, olyan tiszták és élők, mint a természet. És nagyon nehéz megölni őket, hiszen olyan erővel ragaszkodnak az élethez, ezernyi gyökérrel, sose engedik el. És nehéz elszakítani, Dominga. Nagyon nehéz. Ó, Gracielita, kicsim, hogy érzed magad? José Armando mindent elmondott nekem. Kétségbe vagyok esve, nénikém. Iszonyú fájdalmat érzek. De miért? Hisz már beletörődtél. Nem! Sohasem törődtem bele. Egy perc nyugtom sem volt, amióta férjhez mentem. Ez hihetetlen, Gracielita, hisz Emiliano szeret. Igen. És sajnálom őt. És semmiről sem tehet. Ő is csak áldozat. Az anyám áldozata. Képtelen vagyok viszont szeretni, nem bírom, ha hozzám ér. Istenem, kicsim. Boldogtalan vagyok, nénikém. Nagyon boldogtalan, és meg akarok halni. Meg akarok halni. Aurora többet érdemel Adrián szerelménél. De ki érti a szívet? Remélem, sikerül neki. Bár tudod, úgy tűnik, mi négyen... Adrián, Gracielita, José Armando és én. Arra vagyunk ítélve, hogy soha ne kaphassuk meg a boldogságot. És mert képtelenek voltunk megtartani a szerelmünket, nem fogadjuk el másét. Nénikém, a házasságom egy hazugság. Nem kellett volna hallgatnom az anyámra. De már megtörtént, próbáld megmenteni. De nem tudom! Most már értem, mit veszítettem el. Nincs vigaszom. Utálom ezt a házat, utálom az ékszereimet. Utálom ezt a luxust. Mindazt, amit elcseréltem Adrián szerelméért. Fogalmam sem volt, hogy ilyen mélységesen szenvedsz, kislányom. Igyekszem elfoglalni magamat. Úgy teszek, mintha élvezném. De mindez csak látszat. Boldogtalan vagyok. Iszonyúan boldogtalan. Adrián azt mondja, hogy már nem szeret. Istenem, ez hogy lehet? Hogy lehetséges ez? Köszönöm. Gracielita, kicsim, gyere csak. Mondd csak, hogy érzed magad? Már jobban vagyok, Crisanta. Blanca mondta, hogy kicsit kiborultál idegileg. De erre csak egy orvosság van, kicsim. Igen, tudom. Próbálj megfelejteni, hidd el, sikerülni fog. Képzeld, most aludt el a pici. Épp süteményért indultam. És Blanca néném? Nincs itthon. Mindjárt jövök, ugye megvársz, kislányom? Megvárlak. Szóval hamarosan megnősülsz. Igen, Jacinta. Már szorul a hurok a nyakamon. Ebből már nem menekülhetsz. Nem is akarok. Beszélnem kell veled. Ahogy óhajtja, asszony. Kibékültél Aurorával. Miért? Miért tetted, Adrián?